Kedves nézőink! Önök a Nagy Dorog Televízió híradóját látják 2014. április 4-én. Köszönti Önöket a hírolvasó Köhler Nóra. Először lássuk, miről is lesz szó mai híradónkban. Átadták Dobri István Nagy Dorogiak a világháborúk poklában című könyvét. Lezajlott a Nagy Dorogi borverseny első és második fordulója is. Születésnapi ünnepség volt az alapszolgáltatási központban. Vízvilágnapja az iskolában. Ünnepélyes keretek közt mutatták be 2014. március 23-án az érdeklődőknek Dobri István, Nagy Dorogiak a világháborúk poklában című könyvét. A Nagy Dorogi házasságkötőteremben megrendezett ünnepségen először Veres Imre, Nagy Dorog nagyközség polgármestere köszöntötte a vendégeket, és méltatta a könyv fontosságát. Kedves vendégeink, engedjék meg, hogy a nyilvánosság előtt magam és a képviselőtestület nevében köszönetemet fejezzem ki Dobri Istvánnak a gyönyörű és tartalmas könyv elkészítéséért, a kiadás jogának átadásáért és a nyomdai munkálatok kiadás történt özvetlen segítségnyújtásáért. Úgy gondolom, hogy munkájával a világháborúk poklát megjárt embereknek méltó emléket állított. A képviselőtestület nevében tisztelettel átadok egy példányt ebből a szép könyvből. Fogad szeretettel, gratulálok a munkádhoz, és kívánom, hogy továbbra is sikeresen tud folytatni ez irányú tevékenységedet. Az ünnepségen a mű bemutatását a Krajcáros Alapítvány két tagja, Német István nyugállományú ezredes és Rózsemberszki István nyugállományú alezredes mutatta be. Ajánlom jó szívvel ezt a könyvet Nagy Dorog jelenlegi lakóinak, a könyvben nevesített családok mai élő tagjainak, a Nagy Dorogról elszármazottaknak, és meleg szívvel ajánlom az általános iskola történelem tanárainak és diákjainak, hogy merítsenek belőle tanulmányaik folytatása során, és ismerjék meg a település és a család történetét egyaránt. Elismerésemet fejezem ki elsősorban a szerzőnek, a segítőknek, hiszen szép számmal voltak, és Nagy Dorog Nagykönyvség önkormányzatának, hogy ilyen egy szép, tetszetős kiadvánnyal állítottak emléket a nagy dorogi hősöknek. Köszönöm a figyelmüket. Az ünnepség végén a szerző Dobri István osztotta meg gondolatait a vendégekkel, majd egy közös koszorúzás következett az első és második világháborús emlékműnél. A könyvbemutató teljes terjedelmű felvételét adásunk további részében mutatjuk be önöknek. Lezajlott a Nagy Dorogi borverseny első és második fordulója. Az első fordulóra beérkezett 72 borminta közül 13 új bor lett aranyérmes, és ezek közül választotta ki a zsűri a Nagy Dorog vörös bora és Nagy Dorog fehér bora címre érdemes két mintát. Március 21-én tartott a Nagy Dorog Nagyközség önkormányzata a Nagy Dorogi borverseny első fordulóját. A bormintákat a korábbi évek gyakorlata szerint paksi borbírák kóstolták Polgár Zoltán vezetésével. A borbírálat délután 2-kor kezdődött, és a zsűri összesen 72 mintát minősített, melyből 18 arany, 23 ezüst, illetve 27 bronzérem született. A második forduló április 2-án zajlott le szekszárdi zsűri közreműködésével. A részletekről a bírálóbizottság elnökét, Módos Ernőt kérdeztük. Hát abban a helyzetben vagyunk, hogy mi már egy válogatott borok utáni kóstolóra kellett, hogy felkészüljünk, és a legjobb vörös és a legjobb fehér borok között kellett eldöntenünk tulajdonképpen a rangsort. Érdekes volt, hogy az eddigi évjárat eltérően a mennyiségben a fehér borok vezettek, tehát 6 fehér bor és 3 vörös bor között kellett eldöntenünk a rangsort.
Eddig ugyanis általában a vörösborok domináltak, vagy legalább annyi vörösbor volt, mint ami fehér, de nyilvánvalóan ez jól tükrözte az évjárat sajátosságait, amikor is hát el kell mondanunk, hogy a 2013-as évjárat főleg vörösborok tekintetében jóval szerényebb lehetőségekkel bírt, mint az előző évjáratok. Nagyon tömören és gyorsan mondva, a 2013-as évjárat nem a vörösboroknak kedvezett. Az összes napsütéses órák száma, a hőösszeg és a csapadék nem volt optimális a vörösboroknak, és miután nálunk Magyarországon elsősorban a későbbi érésű kékfrankos Cabernet, Merlot, Cabernet Sauvignon fajták az igazi nagy minőség letéteményesei, ezért aki jó bort akart készíteni a 2013-as évjáratban, annak nagyon optimális szüreti időben, optimális fekvésben és egy nagyon aktív borkezelésben kellett, hogy elérje azt a csúcspontot, amit ugye kívánatosnak tartott. Fehérborok közül hál' Istennek a nagyobb volt a választék. Itt elegáns és szép sardonékat és cserszegi fűszereseket kóstoltunk, melyek közül szinte mind a hat bor megfelelt annak az elvárásnak, ami itteni színvonalhoz és az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jó minőséghez elegendő volt. Itt egy cserszegi fűszeres tartottuk a legjobbnak, amely minden tekintetben a fajta tulajdonságait, a magyar adottságokat és a nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét. Vörösborban egy Cabernet Sauvignon volt a legjobb, mint ahogy jeleztem előzetesen, azért itt szerényebb volt a kínálat, általában egy kicsit bővebb, gazdagabb választékhoz voltunk szokva, de mint ahogy már jeleztem, ez az évjárat, 2013-as évjárat rosszabb, szerényebb adottságainak volt köszönhető. Ez a Cabernet Sauvignon egy tudatos, professzionális szakmai munka eredménye, amely szerintem megállja a helyét mindenféle összehasonlításban is. Úgy gondolom, hogy a borverseny előző esztendőkhöz képest szerényebb lehetőségekkel, de alapjával véve a elénk került minták alapján azt mondom, hogy a professzionális borkezelésnek és borkészítésnek megfelelő színvonalon készült. Szép hagyománya van az alapszolgáltatási központban a születésnapi köszöntéseknek. Az elmúlt héten is egy 80 éves nénit köszöntöttek. Az alapszolgáltatási központban ünnepelte 80. születésnapját Balog Jánosné, Bözsi néni. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos napon. Ma Bözsi néni 80 éves. Ma van a születésnapja, és úgy a szokásunkhoz híven megünnepeljük a keleti fordulósokat. Családtagjai mellett a szokásoknak megfelelően a társak, a dolgozók és az önkormányzat nevében az alpolgármester asszony is köszöntötte néhány kedves szóval, valamint egy-egy szál virággal. Hosszú, kellemes perceket, illetve azt, hogy itt a gondozási központban is ugyanilyen szeretet vegye önt még körül nagyon sokáig, és jó erőt, jó egészséget kívánok! A Vízvilágnapja alkalmából nagyszabású rendezvény szervezett az iskola, tudtuk meg Löklő Varga Szidóniától. Március 22-én a Vízvilágnapja alkalmából projektnapot tartott az általános iskola. A nap folyamán a gyerekeknek feladatokat kellett megoldaniuk a vizes élőhelyekkel kapcsolatban. A pedagógusok minden osztályt emléklappal jutalmaztak, végül pedig egy pohár tiszta vízzel kocintottak az iskola udvarán. A részletekről Löklő Varga Szidónia tájékoztatott minket.
Március 22-én ünnepeljük a víz világnapját, éppen ezért előző való nap, március 21-én iskolánkban projektnapot szerveztünk. 3 óra tanítás után megkértük a gyerekeket, hogy jöjjenek az iskolába, és vegyék át a feladatlapjaikat. Tesztfeladatot kellett megoldaniuk, a Dunával, illetőleg a vizes élőhelyek feladatairól gyűjtöttek információkat. Minden osztályból 2 tanulót vártam a kémia terembe, ahol különböző természetes vizeket lehetett vizsgálni, megadott szempontok szerint, tanári segítséggel. Nagyon élvezték, nagyon jól érezték magukat, és nagyon ügyesek voltak. Itt elsősorban a kicsiket kell, hogy megdicsérjem, hiszen ők még soha nem voltak a kémia teremben, nem kísérleteztek még, és nagyon ügyesen betartották a szabályokat. Aztán volt egy másik feladat, egy héttel korábban kezdődött el, a vizes élőhelyekhez kellett mindenféle háttéranyagot gyűjteni, és minden osztály egy paravánra elkészítette az ő vizes életközösségét, és adott szavak segítségével történetet, mesét, verset lehetett írni, és ezt ugyancsak a paravánra helyeztük ki. Amikor vége volt ennek az egésznek, akkor minden gyereket megkértünk, hogy egy műanyag pohár segítségével jöjjön ki az udvarba, mivel kékpólós nap volt ez a nap, kint közösen kocintottunk tiszta vízzel. Ennyi volt mai híradónk. Főbb híreink még egyszer röviden. Átadták Dobri István Nagy dorogiak a világháborúk poklában című könyvét. Lezajlott a nagy dorogi borverseny első és második fordulója is. Születésnapi ünnepség volt az alapszolgáltatási központban. Vízvilágnapja az iskolában. További kellemes tévénézést kívánunk. Maradjanak továbbra is velünk, nézzék műsorainkat. Viszontlátásra! Thank you.